Szia, Pető András vagyok, a Direkt 30-at vezetője és egyik alapítója. Mielőtt elkezdődne a műsor, hadd osszak meg veled egy gondolatot. Mi csak akkor tudjuk folytatni a munkánkat, a hatalom által eltitkolt közügyek feltárását, ha vannak támogatóink. Csatlakozz te is a támogatói közösségünkhöz. Így nem csak egy jó ügyet fogsz segíteni, de betekintést is kapsz ebbe az izgalmas munkába bennfentes hírleveleink és rendezvényeink révén. A támogatói tagságról szóló információkat megtalálod a direkt36.hu oldalon. Köszöntöm hallgatókat, sziasztok! Ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora, a Tilosan, én Galavics Patrik vagyok. Ma jelent meg új cikkünk, amely nemzetközi együttműködés keretében készült, Magyarországon is aktivizálta magát a kínai kommunista párt régi csodafegyvere, a Nagyhatalomú Egyesült Front. Ez a címe a cikknek, ami Marton Kamila kollégám munkája. Vele, illetve Beck Fanni szociálantropológussal fogunk beszélgetni erről a cikkről, amely a kínai befolyás egy nagyon érdekes és itthon még nem igazán tárgyalt eszközével, az úgynevezett Egyesült Fronttal foglalkozik. Meg úgy általában aztán kitérünk az itteni kínai diaszpórára is. Fanni és Kamila itt vannak velem a stúdióban. Sziasztok! 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 No, hát akkor csapjunk is a közepébe azzal, hogy mi ez az Egyesült Front, Kamila, és hogyan figyeltetek fel rá? Szerintem lehet, hogy azt, hogy mi az Egyesült Front, Fanni egy kicsit ilyen jobban el tudná magyarázni. Amikor én felfigyeltem rá, az így 2 évvel ezelőtt volt, amikor is kijött a Safeguard Defenders nevű a spanyol jogvédő szervezetnek egy olyan kutatása, ami arról szólt, hogy ez az Egyesült Front nevű szervezet, ami ugye a kínai kommunista pártnak a kínai kommunista párt központi bizottságának egy szervezete, ők szerintük illegális rendőrösöket működtetnek külföldön. És ezek számomra nagyon érdekesek voltak, és akkor jött be szerintem így egyáltalán a köztudatba az, hogy ez a szervezet létezik. Szeretnél beszélni, Fanni, te az Egyesült Frontról, vagy mondjam el én? Hát ahogy gondolod, hogy a történeti kereteit, meg nem tudom, hogy te... Egészen ma ottól indulnak a történeti keretei, amennyire tehát, tudom. Bőven a népköztársaság kikiáltása előtt, szóval 1949-ben vette át a kínai kommunista párt a teljes hatalmat az ország felett egy hosszú polgárháborús időszak után, és ez már 40-től létezik, ez az Egyesült Front, ami tulajdonképpen egy szovjet import, tehát ezt a szovjet kommunista párt fejlesztette ki és találta ki, és Mao adaptálta a specifikusan kínai kontextusra. Igen, és ugye elsősorban ott arra használták, hogy a belső ellenségeket megfélemlítsék, illetve megszüntessék őket, tehát gyakorlatilag így az ellenzéket próbálták elnyomni különböző módszerekkel, és gyakorlatilag mára meg már arra használják, hogy a kínai kommunista párt minél tovább hatalmon maradhasson, és hogy kiterjesztették nem csak belföldre, hanem külföldre is a befolyását az Egyesült Frontnak, amit egyébként úgy tettek meg, hogy pont ezekkel az állítólagos rendőrállomásokkal próbálták azt megtenni, hogy Kínának sokkal jobb legyen ez az image, tehát hogy próbálják meg ezeket. Hát ez a külföldön... sajátos országi a másik központ. Igen. Igen, én mondanám, hogy a rendőrösök lennének az elsődleges felületei ennek a szervezetnek, szóval ez egy nagyon komplex és szerteágazó szervezet, hatalmas, nagyon régi múltra tekint vissza, tehát az aktív működése az igazából a 78-as reform és nyitást következő időszakban lett beélesítve, tehát addig tulajdonképpen egy ilyen alvó elv volt, és hogy mi az egyesült benne, ugye az nem csak a belső ellenségek elnémítása, hanem valóban nem tudom, a pártagsággal nem rendelkező személyek bevonása a politikába, tehát a bázis tágítása igazából, hogy minél többen álljanak ki a kommunista ügy mellett, ez volt az elsődleges funkciója. Amikor azt mondod, hogy a bázis tágítás és azok, akik nem pártagok, azoknak is valamiféle bevonása, akkor ez milyen eszközökkel történik?
Hát tehát az Egyesült Frontnak, tehát ez egyszer egy elv, egy ideológiai entitás, és egyszerre egy szakosztálya a kommunista pártnak, tehát ez két különböző dolog, és a szakosztály, aminek a munkájával a Kamila is foglalkozik, ők egy ilyen érdekes helyen vannak az állam és a párt között, tehát hogy nem egyértelműen a párt alá vannak rendelve, hanem valóban az állam és a párt közötti közvetítő szerepet vállalnak, így módon gyakorlatilag nagyon széles rétegeket tudtak elérni, például a vállalkozók köreiben, akik hagyományosan ugye nem a kommunista terjeszkedés elsődleges célközönsége, és Kínában, szemben a Szovjetunióval például a vállalkozók nagyon nagy szerepet játszottak az Egyesült Front növesztésében, szóval hogy a bázis növesztése az a nem hagyományos célcsoportok bevonása politikai célokra. Hogy praktikusan ez hogyan zajlik, nyilván kedvező gazdasági szabályozásokkal és egyéb olyan kívánatos körülmények megteremtésével, amitől többen csatlakoznak. Ezekről majd mind egy kicsit bővebben fogunk beszélni, de itt ideológiai megalapozásnak azt hiszem az adás elején ez már megfelelő volt. Térjünk át Kamilla cikkedre, amiben rögtön egy jelenettel indítasz, ilyen jó Direkt 36-os hagyományoknak megfelelően, ami egy kínai delegációnak a látogatását mutatja be itt Magyarországon. Miért volt ez fontos, ez a jelenet, és mit mond el az Egyesült Frontról? Azért választottuk ezt a jelenetet a szerkesztőmmel, hogy így indítsuk a cikket, mert egy nagyon abszurd képet tár elénk. Tehát itt van ez a szuper fontos kínai delegáció, tényleg így az Egyesült Front egyik közvetlen alosztályának az egyik vezető személyisége, és egy csomó ilyen prominens arc megjelenik egy kőbányai úti, gyakorlatilag egy ilyen diszkont áruháznak kinéző, vagy egy ilyen teljesen normális kínai boltban. Tehát ebből Budapesten van rengeteg, az országban van rengeteg, és egyszerűen ilyen nagyon érdekes volt látni, hogy tényleg ezek az öltönyös tagok ott állnak az ilyen 100 forintos termékek között, és így én se értettem, mert abból a cikkből nem derült ki, hogy ők miért vannak ott. Mert így gondoltam, hogy nem azért, hogy nem tudom, vásároljanak valamit, és végül több cikket is elolvastam ugyanennek a delegációnak a látogatásáról, és kiderült, hogy ők egyébként találkoztak a kínai nagykövettel is itt Budapesten, illetve sok Magyarországon működő kínai egyesületet is meglátogattak. Azt, hogy pontosan milyen szerződéseket kötöttek, vagy mi hangzott el, azt nem írta le egyik riport se, viszont az kiderült, hogy azért jöttek ide, hogy gyakorlatilag ellenőrizzék ezeket a szervezeteket, tehát hogy az volt leírva a riportokban, hogy egyeztetések folytak, illetve üzleti beszélgetések, illetve a kínai nagykövettel megbeszélték azt, hogy hogyan áll jelenleg a magyarországi kínai diaszpóra. Fanni, hozzád fordulok, hogy egy ilyen látogatásnál, ha oda jön ez egy nagyon fontos kínai delegáció az Egyesült Fronttól, akkor a helyi kínaiak itt ők azt kérik, hogy oda jöjjön, vagy erre nem illik nemet mondani. Hogyan történik ez? Az Egyesült Front gyakorlati működése az igazából már létező, vagy elsősorban már létező szervezetek kooptálásán keresztül történik. Szóval ilyen kínai szervezetek mindenhol a kínai diaszpórában az egész világon vannak, ez egy teljesen természetes jelenség, az egymás segítsége és a közös érdekérvényesítésnek egy nagyon hagyományos formája, nem csak a kínaiak között, hanem akár a magyar diaszpórára gondolunk, ott is elsősorban a magyar közösség egymásra támaszkodva próbálja megoldani a problémáit. A kínaiaknál ez különösen igaz, hiszen nincs közös nyelve például Magyarországon a befogadó társadalommal, ellenben már van egy több évtizedes jelenléte. Tehát vannak organikusan kialakult egyesületek és szervezetek, amik a közös probléma megoldást és a közös érdekérvényesítést segítik. A Egyesült Frontnak az a
az egyik munkája, hogy ezeket az egyesületeket megkeresse, megtalálja, és próbálja a saját ideológiai céljai alá rendelni őket. Ez szintén elsősorban nyilván gazdasági gazdasági incentív szóval mézes madzagokkal történik. Tehát amennyire kiveszem a szavaidból, akkor mondjuk érkezik egy megkeresés, hogy jönni fogunk, és erre nem szoktak nemet mondani, és általában önszántukból nem mondanak. Hát szerintem, amikor ez a delegáció érkezett, addigra már bőven voltak valószínűleg helyi képviselőik, tehát ez nem egy újszerű fejlemény, ez a 90-es évek óta abszolút jelen van a magyarországi kínai egyesületekben. Szóval a 80-as évektől fogva az Egyesült Frontnak ez volt az elsődleges munkája, hogy a világ különböző pontjain élő kínai diaszpórákat ilyen módon visszakösse a belföldi politikai rendszerbe. Mi más sikerült még kideríteni, Kamilla, az Egyesült Frontról, ami kifejezetten Magyarországra vonatkozik? Hát egyébként, ahogy Fanni is mondja, már ennek több jele is volt, illetve több cikk is született arról már, hogy jelen vannak Magyarországon is. Ugye mondom, az első ilyen talán, ami itt nekünk behozta a köztudatba, azok ezek az illegális rendőrösök voltak. Ugye, aki nem ismeri ezt a sztorit, úgy volt, hogy a riportban leírták, hogy Magyarországon kettő darab ilyen működik, mind a kettő Kőbányán, és Tompos Márton, a Momentum most már elnöke, akkor még országgyűlési képviselője oda ment mindkettőt meglátogatni. Igazából ezek teljesen inaktívnak tűntek akkor, és nem is tudunk arról, hogy bármit csináltak volna itthon egyáltalán. Annyi viszont biztos, hogy a Csingtieni rendőrségnek a címere az kint volt az egyik ilyen állítólagos rendőrállomáson, és miután Tompos ott volt, utána gyorsan leszették. Viszont tényleg azt nem tudjuk, hogy ők csináltak-e itt valaha bármit. Ami viszont most újdonság, az, hogy ezekben a szervezetekben, a Magyarországon működő kínai szervezetekben is ugye ott van az Egyesült Front hálózata, és egyébként olyan cikkeket olvastam például kínaiul, hogy ők kiadtak olyan nyilatkozatokat, amik nyíltan elutasítják a tajvani függetlenséget, tehát hogy elkezdte, ezt ugye Fannitól hallottam pont, amikor csináltuk a háttérbeszélgetést, hogy gyakorlatilag az egy ilyen újabb fejlemény, hogy Xi Jinping kínai elnök elkezdte kicsit keményebb módszerekkel és durvábban azt csinálni, hogy ezek a szervezetek a kommunista párt ideológiáját hangoztassák is. Tehát, hogy az szerintem egy egyébként okés dolog, hogyha egy ország segít a külföldi lakosainak, vagy hát nem lakott, szóval egy ország segít a külföldre költözött, hogy mondják ezt, A saját diaszpórájának. A saját diaszpórájának segít, de hogy mondjuk cserébe szerintem az nem elvárható, hogy aláírják nyilatkozatokat, és hazarendeljenek különböző eseményekre, és delegációkat kell fogadnod, ha akarod, ha nem. Elemen az Egyesült Frontnál, akkor ez azért elvárás. Hát szerintem az Egyesült Front munkája különböző geopolitikai környezetekben más. Tehát Magyarországnál azért nagyon fontos kiemelni, hogy Magyarország, tehát a kormányunk az szinte olyan, mintha maga lenne az Egyesült Front, tehát hogy őket nem kell különösebben befolyásolni ahhoz, hogy vagy legalábbis már maguktól elég befolyásoltak ahhoz, hogy pontosan ugyanazokat a nézeteket hangoztassák, amiket elvár Xi Jinping az Egyesült Front nyilatkozatait aláíróktól, de mondjuk nem tudom, Amerikában, Ausztráliában, Kanadában, vagy egyéb olyan országokban, ahol a demokrácia más állapotban van, illetve a kínai diaszpóra is egészen másfajta történeti utat bejárva, sokkal integráltabb része a helyi gazdaságoknak. Ott nyilván más értelme van ugyanennek a tevékenységnek, tehát ott a külföldi állampolgárok megsegítésén túl valóban egy nagyon fontos szempont az ő ellenőrzésük, és volt ez a Operation Foxhunt, amit a nemzetközi sajtóban nagyon nagy port kavart, aminek keretei között
több száz külföldi állampolgárságú, de valaha kínai állampolgárságú személyt repatriáltak, tehát hogy egyszerűen kiragadták abból a törvényi környezetből, ahol éltek, és hazavitték, és legközelebb egy kínai börtönben lehetett őket újra megtalálni. Szóval hogy azért az egy egészen másik helyzet, mint a kőbányai csintiáni rendőrös, hiszen itt tényleg alapvetően már önként nagyon együttműködő mind a többségi, mind a kínai társadalom. Visszatérve erre a rendőrösre, ugye említetted, hogy nem nagyon tudni, hogy mit csináltak, de mondjuk ez azt jelentette, hogy itt voltak kínai rendőrök, ugye amiről már volt korábban szó, hogy itt esetleg a nyárra rőzhetnének Magyarországon, tehát ez valami, azt megelőzően már lehettek itt kínai rendőrök, és erről tudhattak-e esetleg a magyar hatóságok, tehát erről ki sikerült bármit elíteni? A belügyminisztérium szerint ők nem tudtak ezekről az állomásokról, és ez egy teljesen más sztori, mint az, hogy most hivatalosan is ugye bejelentették, hogy jönnek igen, kínai rendőrök. Történt. Magyarországra, az más, de hogy erről nem tudtak, és ez egyébként volt egy ilyen kínai nyelvű beszámoló, ami leírta, hogy a budapesti csintiáni rendőrség az segített, nem tudom, valakinek megtalálni az elveszett pénzét, amit kirabolták, és akkor is segített megtalálni az elkövetőt, meg egy másik esetben meg valakinek segítettek megújítani az okmányait, ami mind nem hangzik egyébként borzalmasan, csak hogy például az ilyen okmányok megújítása az külügyminiszteri feladat, illetve konzuli feladat. Tehát, hogy van egy ilyen bécsi egyezmény a konzuli kapcsolatokról, és az kimondja, hogy csak olyan személyek végezhetik ezeket a tevékenységeket, akiket mind a két ország elfogadott és kinevezett. Tehát ezt így titokban, fű alatt nem lehet csinálni. Te is egyébként kimentél ugye a Józsefvárosi piachoz az egyik ilyen szervezethez, vagy épülethez legalábbis, ahol korábban ők tevékenyek voltak, állítólag legalábbis. Ott te mit láttál, és amúgy milyen szervezeteket azonosítottatok itt Magyarországon konkrétan? Én a Panyi Szabolcs kollégámmal mentem egyébként ki a Józsefvárosi piachoz, ott ugye annak az egyik vége a Golgota út, és ott volt az állítólagos csintiáni rendőrös, és gyakorlatilag ez egy ilyen lepusztult sárga épület, senki nincs benne, de tele van kamerázva. És akkor bementünk mögé, mert hogy ugye mögötte van a piac egyből, és a hátulján volt három ilyen Magyarországon működő kínai egyesületnek is a táblája. Elég feltűnő módon ilyen több méteres hosszú táblák voltak, illetve benéztem az ajtón, és ott is voltak ilyen aranykeretbe foglalva a tábláik. Próbáltam bemenni, meg bekopogni, meg becsöngetni, de senki nem jött ki. És az volt még az érdekes, hogy ebből a három egyesületből egyik se abba az épületbe volt bejegyezve, hanem tök máshova, úgyhogy gyakorlatilag nem tudom, hogy ők miért voltak ott, vagy nekik milyen irodájuk lehet azon a helyszínen, szóval ez egy ilyen érdekes kapcsolat volt a kettő között. Fanny, említetted, hogy a demokrácia állapotától függően azért máshogy állnak hozzá az Egyesült Fronthoz, a különböző országokban, meg az Egyesült Front is másképp működik akkor ennek megfelelően. Tudsz-e mondjuk példákat mondani arra, hogy miben mutatkozik meg ez a különbség, akár mondjuk Amerikában, akár itt Európán belül, mert a cikkben is említ Kamilla egyébként pár példát, Csehországot, meg az Egyesült Államokat. Mikben különböznek ezek a gyakorlatok, amikkel az Egyesült Frontot kezelik meg, hogy az Egyesült Front maga működik egyes országokban, és ez mitől függ? Hát például attól, hogy van-e ott innovációs, technológiai jelenlét, tehát hogy például Magyarországról nyilván nem fognak ipari kémkedéssel elorozni információkat. Most ez Amerikában például nyilván máshogy működik, tehát ott ilyen típusú küldetése is van az Egyesült Frontnak, illetve egy új célközönsége, amit szintén Xi Jinping jelölt ki, tehát ez egy újszerű fejlemény, az a külföldön egyetemre járó kínaiak köre. Ez világszinten több tízezer fő, Magyarországon
hát valószínűleg több százezer inkább, mert Magyarországon most 2500 fő körül van a kínai hallgatók száma, és nyilván a magyar felsőoktatás azért nem egy globálisan versenyképes felsőoktatás, de hogy a világ legjobb egyetemein rengeteg kínai hallgató van, és az, hogy az ő általuk megszerzett tudás, ez nem a klasszikus ilyen agyelszívás elleni küzdelem, hanem annál egy kicsit mérehatóbb tevékenység, tehát egyfelől van egy ilyen ideológiai védelmezés, hogy őket ne fertőzzék meg a liberális elvek, a demokráciához azért kritikusan viszonyuljanak, a különböző szabadságjogokat kritikusan értelmezik, szóval van egy ilyen ideológiai trenírozás feladata az Egyesült Frontnak ezzel kapcsolatban. Minden egyetemen működnek, tehát egy kvázi diákönkormányzat, ami az Egyesült Frontnak az alszervezete. Ez azt hiszem, tehát erről nincs biztos tudásom, de én úgy értelmeztem, hogy ez kötelező, hogyha az ember ma Kínából külföldre megy egyetemre, akkor kötelező tagja legyen egy ilyen szervezetnek. Erről többek között úgy hallottam, hogy amikor az ELTE-n tanítottam, volt egy kínai tanítványom, aki erről tartott kis előadást. Hogy az ELTE-n hogyan működik a... Pontosan, a magyarországi felsőoktatási intézményeken tanuló kínai diákok Egyesült Frontba való beszervezettségének egy ilyen gyönyörű grafikonos ábrázolása, hogy hogyan, milyen tisztségek vannak, milyen felelősségek vannak, milyen előnyökkel jár az, hogyha az ember menetel felfelé ezen a káderlétrán. Szóval, tehát, hogy ez nem egy nagyon titkos tevékenység, ez nincs kirakva az ablakba, mert hogy általában joggal, szkeptikusan fogadják ezeket a tevékenységeket, de nem is titkos. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, ki van, tehát le van írva mindenhol, hogy így működik. Ami nekem még lejött, hogy nagyon nehezen bizonyítható, tehát egy csomó dolgot azért nem tudunk mondjuk így leírni, mert hogy direkt úgy fogalmaznak, hogy az ne egy utasításnak hangozzon, hanem egy tanácsnak, vagy egy kérésnek, vagy hogy ez az egész úgy tűnjön, mint hogyha tényleg emberek ezt így teljesen maguktól jutott volna eszükbe, hogy én belépek ebbe a társulatba, egyesületbe. Igen, tehát, világos, hogy mennyire kényszerítő erejű. Igen, erre kérdeztem rá igazából az elején, meg ezt próbáltam megtudni, hogy hát nyilván hát tök jó, hogy mi mint kínaiak vagyunk, és akkor kisegítjük egymást egy idegen országban, na de hát mondjuk tényleg jön egy delegáció, akiről tudjuk, hogy hát akkor pártfőtitkár elvtársnak itt a nem tudom kicsodája, akkor nem tudom, hogy egy itteni kínai milyen érzéssel mond rá nemet, vagy milyen érzéssel mond rá igent, hogy akkor gyere, vagy mik a gondolatai arról, hogy ha most itt nemet mondok, akkor abból mi lesz otthon esetleg az otthon maradottakkal. Hát igen, ez pontosan ettől függ szerintem is, hogy ki mennyire van kiszolgáltatva a magának a kínai kommunista pártnak, vagy az általa gyakorolt államhatalomnak, mert tehát, hogy azért létezik privát szféra Kínában, sokan egzisztenciálisan kizárólag a privát szférából élnek. De az is igaz, hogy mivel a bürokrácia viszont hatalmas, egy sokkal potensebb karrier lehetőség, szóval valószínűleg ez az, amit mi úgy nem nagyon tudunk elképzelni, hogy egyszerűen egy olyan gazdasági környezetben, ahol diplomával viszonylag kevés munkát lehet végezni, annak viszont viszonylag nagy aránya állami küldetés, ott valószínűleg sokkal inkább normálisnak számít az, hogy az ember akkor valamiféle pártfunkción keresztül kezd el dolgozni, miután megszerzi a diplomáját. Szóval egyrészt szerintem ez is benne van, hogy ez sokkal kevésbé elképzelhetetlen, mint ahogy innen tűnik. Másrészt pedig azok, akik viszont nem ezen az úton vannak, ők is több százmillióan vannak, és ők viszont nincsenek kiszolgáltatva, tehát rajtuk nincs fogása a kínai kommunista pártnak, akik a letelepedési kötvényprogrammal érkeztek, közülük rengeteg ilyen ember van, aki úgy gazdagodott meg, hogy annak a kínai kommunista pártos semmi köze nincsen, és a családjaik sem állami funkcióban dolgoznak, őnekik például egyáltalán nincs semmiféle indítatásuk, és kényszerük arra, hogy csatlakozzanak bármiféle pártkötődésű kezdeményezéshez, és ők nyugodtan nemet mondhatnak ezekre.
Hogy én még egy nagyon picit visszaszeretnék kanyarodni a diákokhoz, mert ez végül nem szerepelt a cikkben, mivel ez egy kicsit más irány, mi most kifejezetten az ilyen üzleti egyesületekre fókuszáltunk, meg a politikai egyesületekre, de hogy egy másik kína szakértő is pont azt mesélte nekem, aki szintén egyetemen tanít, hogy az egyik órán felhozta az Egyesült Frontot, és kérdezett a diákjaitól, és volt több kínai diákja is, és az egyikük így mondta, ilyen áradozott róla gyakorlatilag, meg így felmondta a kommunista pártnak a propagandáját, és miután vége lett az órának, ez a diák megvárta, amíg mindenki kimegy a teremből, és utána oda ment a tanárhoz, és mondta neki, hogy egyébként ő ezt nem így gondolja, csak egy kicsit félt attól, hogy a többi diák valahogy ezt így megjegyzi, hogy ő rosszat mondott, és gyakorlatilag beköpi a pártnál itt Magyarországon. Tehát, hogy egy kicsit szerintem van benne egy ilyen paranoia jellegű dolog is így a levegőben, hogy... Hát, hogy a diktatúrákban általában igen. Igen, azt hiszem, hogy ez egy természetes belejárója. Viszont ez tök fontos abból a szempontból szerintem, hogy azt is nagyon fontos megkülönböztetni, hogy ez sokszor egy gyakorlatilag üres rituálé, szóval egy pragmatikus ember az gondolhatja azt, hogy most én ezt végigmondom, amit fel kell mondanom, de gondolhatok utána bármit, és szabadon élhetek, és szerintem ez nagyon-nagyon sok kínaira jellemző ez a fajta pragmatizmus, hogy semmit nem jelent neki az ideológiai mélysége annak, amit a párt képvisel, és amit neki különböző mértékben kötelező képviselnie, hanem csak egy egyszerű eszköz a boldoguláshoz tartalom. Nélkül. Igen, ez a hol zsarnokság van, a zsarnokság van, ott mindenhova eljut, ez nagyon-nagyon érdekes. Itt az egyetemeknél maradva, tehát azt mondod, Fanni, hogy igazából ez nincsen úgy kitéve az asztalra, de aztán mégiscsak lehet tudni róla, hogy mi van, már csak azért is, mert például adott esetben egy diák tart előadást konkrétan arról, hogy ő erről mit gondol. Szabadon választott témaként. Szabadon választott témaként. És az jó, hát, hogy Magyarországon ez előfordul, oké, de mondjuk hát egy amerikai egyetemen, hogy ez mondjuk beleférjen még a szólásszabadságba, hogy itt konkrétan mondjuk, akkor ezek szerint az is bőven beleférhet, hogy itt a demokráciának a megkérdőjeleződése, például, hogy itt szóba kerüljön. Tehát, hogy ez belefér? Amerikában? Igen. Szerintem, tehát, hogy optimális esetben belefér, mert hogy a demokrácia az pont attól olyan szép, hogy ezt a nézőpontot is meghallgatja. De én nem is, amúgy, amikor először behoztam az egyetemistákat, nem is ide akartam kiukadni, hanem arra, hogy ez a sokrétű tevékenység, ami egyfelől a állampolgárok megfigyelése, másfelől a valódi állami szintű segítésük, gazdaságilag vagy jogilag, bárhogy. Emellett azért ez a fajta munka is egy fontos munka, hogy az innovációs, kínai innovációs törekvéseit egy előretől tolt globális frontként képviseljék ők. Ami mondjuk például Magyarországon ugye nem egy releváns nézőpont. Már esett szó itt arról, hogy adott esetben üzletemberekkel lépnek kapcsolatba, és egy elég neves üzletembert sikerült azonosítani itt Magyarországon, Cao Heping személyében, aki kötődik az Egyesült Fronthoz itthon, ő a Skála áruházaknak a tulajdonosa, és Fanni mellett egy kicsit rosszul érzem magam, hiszen Xi Jinpinget is annyival szebben mondja, mint én, és nem tudom, hogy Cao Heping nevét hogyan kell pontosan kiejteni. Szerintem jó lesz. Köszönöm szépen. No de, még egyszer nem fogom kimondani ennek az úriembernek a nevét. A Skála áruházak tulajdonosa hogyan kötődik az Egyesült Fronthoz, és mit csinál ő Magyarországon? Na, hát ugye, ahogy én úgy találtam rá, hogy az ő neve rajta volt azon a listán, ami ugye kiszivárgott az internetre. Most ezt lehet, hogy még nem érintettük, de hogy az egész nyomozás onnan indult, hogy kiszivárgott egy hacker fórumra egy dokumentum, amely olyan személyek nevét és az általuk vezetett egyesületek neveit tartalmazta, amelyek a szivárogtató szerint kapcsolatban állnak az Egyesült Fronttal, és volt rajta
több magyar név is, vagy hát Magyarországon élő kínai neve is, és ott volt köztük a Cao Heping, és én elkezdtem rákeresni ilyen nyílt forrásokból, ugye kínai beszámolókból, és azt találtam, hogy ő egyébként a Nagyfal kínai-magyar barátság egyesületben vezető tisztséget tölt be, és egyébként ott van Olá Lajos is, aki meg a DK-nak. A DK-nak is képviselője. Igen. És a magyar-kínai két tannyelvű iskolába jártak a gyerekei, és lelkes támogatója volt az intézménynek. Wow. Igen, Olá egyébként régóta már érdeklődik a Kína iránt, és a kínai kultúra iránt is. És egyébként neki az ismerőse vezetett Kínában ilyen kereskedőházat is. És az érdekes dolog, amit találtam Cao-ról, az, hogy volt egy kínai miniszteri beszámoló arról, hogy ő Kínában egy olyan konferencián, amit az Egyesült Front szervezett gyakorlatilag, aláírt egy ilyen együttműködési megállapodást, tehát valószínűleg ő is a bizniszre használta az Egyesült Frontos kapcsolatait, és ott viszont nem csak úgy mutatták be őt, mint ennek a Nagyfal Egyesületnek a vezetője, hanem mint egy konkrét Egyesült Front szervezetnek is a vezetőjét. Tehát ugye itt az Egyesült Fronton belül is van sok alszerveződés, és az egyik ilyen európai szerveződésnek ő volt a vezetője, vagyis hát úgy mutatták be őt. És ez egy hivatalos kínai kormánydokumentum, szóval így nem hiszem, hogy ott valami rontás lehetett volna. Ez egyébként a Csereszövetség nevű szervezet, aminek az a dolga, hogy gyakorlatilag pont a külföldön élő kínai diákokat próbálja rávezetni a kommunista párt ideológiájára. Szóval ő nem csak Magyarországon volt ilyen kiemelt személy, hanem így európai szinten is. Wow, és erről így nem is lehetett nagyon tudni, tehát ehhez kínai oldalakat kellett feltúrni. Igen. Amit nagyon egyébként ezt el kell mondanom a hallgatóknak, hogy az utóbbi pár hétben Kamillát ipari mennyiségű kínai oldalt böngészve láttam, és a DeepL-el elfoglalva, hogy ezeket lefordítsa. Szerintem egy átlag magyar újságolvasó magyar újságoknak az olvasásával sem tölt annyi időt, mint amit Kamilla ezzel eltöltött, és akkor ezek között találtál ilyen finomságokat. Igen, illetve ami még nagy segítségemre volt, erre szerintem ki fogunk térni később, ezek a Magyarországon megjelenő kínai lapok, akik különös lelkesedéssel foglalkoznak Magyarországon élő kínaiak ügyeivel. Ezzel foglalkozunk is most, mert ez olyan újdonság volt nekem, ami meglepett, tehát hogy nyilván nem is nagyon keresem a magyarországi kínai médiát, de ezek szerint van, és ezek szerint nem is egy, meg nem is kettő van. Fanni, nem tudom, te mennyire követted ezeket jobban, mint mi. Feltételezem, igen. Szakmai ártalom. Mit kell ezekről tudni, meg milyen médiát működtetnek a kínaiak itt? Ez is egy újszerű fejlemény, tehát a 90-es években magyarországi kínai diaszpora és globálisabb szinten is egyik legnagyobb kutatója, Nyíri Pál, ő a 90-es években kezdte kutatni magyarországi kínaiakat, és azt hiszem 93 körül, szóval nagyon korán több mint 10 újságot számolt meg, amit itt adtak ki. Ez nyomtatott sajtó volt értelemszerűleg. Ahhoz képest sokkal kevesebb van, és sokkal ő már akkor is azt állapította meg, hogy ezek szembetűnően egybecsengenek a Zsemmizsipao, a Nép napilapja, vagy nem tudom, hogy lehet lefordítani nevű kínai kommunista párti napilapnak az irányelvével, sőt, még talán annál is szigorúbban követik a kínai kommunista párt ideológiáját, szóval hogy ez valóban a magyarországi kínai jelenlétre, nem személyes szinten, hanem ahogy megjelentek, tehát ahogy reprezentáltak, ez már nagyon korán nagyon jellemző volt, hogy szorosan követték a párt ideológiát, vagy legalábbis ebből reméltek pragmatikusabb hasznot.
És ma pedig ezek átkerültek az online térbe, amik elsősorban a kínai social media svájci bicskájaként emlegetett WeChat-nek a felületén jelennek meg, ilyen úgy hívják őket, hogy public accountok, szóval bárki feliratkozhat, és akkor folyamatosan kapja róla a híreket. Én amúgy azt tapasztaltam, hogy a legtöbb kínai ismerősöm egyáltalán nem nagyon fogyasztja ezeket a híreket, tehát, és nincs is nagy olvasottságuk, szóval lehet látni, hogy hányan néztek meg, meg hányan lájkolták be, és két számjegyű szokott lenni ez a szám, tehát hogy nincs olyan őrült nagy érdeklődés, mint Kamilla is. Kamilla most megdobta a számokat, most megdobta a számokat, Kamilla. Én nagyon élveztem olvasni őket, nem tudom, miről beszélni. Olvastál szerintem új szemlét is, ami szintén egy itt megjelenő kínai lap, az miért volt fontos a cikk szempontjából? Nekem egyébként ez a lap úgy tűnt, mint ami, bár lehet, hogy nem olvassák sokan, erről így nincsenek adataim, hogy hányan olvassák a lapot, viszont ők nagyon fontos eseményekre bejutottak, tehát valahányszor mondjuk fontos kínai delegáció volt itthon, akik akár mondjuk kormányzati szereplőkkel is találkoznak, ők bemehettek. Tehát amíg én magyar újságíróként ki vagyok tiltva a sajtótájékoztatókról, hogyha mondjuk jön egy kínai elnök, akkor addig ezek a szervezetek, ez az új szemle például ott volt, és fotókat készített. A kitiltás egyébként ilyen szempontból persze nem igen juthatunk be, bár egyébként mi pont nem szoktunk sajtóakkreditációt leadni, mert nem szoktunk sajtótájékoztatókra járni különösebben. Csak ennyiben pontosítom, de az való igaz, hogy egyébként számos újságíró nem szokott bejutni kormányzati sajtótájékoztatóra. Például meg nekem is van egyébként egy sztorim éppen kínai delegációval, meg aztán majd neked is lesz szerintem Hendrei Tiboron keresztül. Igen. De erre majd később térjünk ki. Igen, szóval, hogy egyébként ők ilyen teljesen validált lap itthon, és szívesen látják őket mindenféle rendezvényen. Ami nagyon érdekes volt, hogy találtam egy ilyen beszámolót, hogy 2017-ben volt egy ilyen kínai globális média fórum Kínában, és erre rengeteg ország sajtótermékének az igazgatóját, meg az újságíróit meghívták, és gyakorlatilag itt is aláírattak velük egy szerződést, ami azt mondatta ki, hogy ők olyan dolgokat fognak írni, ami Kínának kedvező. Tehát most így újságíróként én el se tudom képzelni, hogy valaha bármi ilyesmi szerződést aláírjak, mert egyszerűen onnantól így megszűnik mindenféle objektivitás. Úgyhogy Magyarországról is 8 ilyen személy aláírta ezt a megállapodást, és gyakorlatilag ugye arra használják őket, hogy Kína szócsövei legyenek más országokban, és ugye ez is egy feladata az Egyesült Frontnak, hogy a külföldön működő kínai nyelvű sajtótermékeket így bekebelezze. Ez egy kicsit egyébként úgy kell elképzelni, mint hogyha, nem tudom, így el akarnék költözni Magyarországról, de így bárhova megyek a világban, az ilyen magyar szervezetek, meg a magyar nyelvű lapok így mind ilyen Fidesz propagandát tolnának külföldön is. Az egyébként az, hogy az új szemlében is jelent meg magyar kormányzati üzenet, az egy nagyon érdekes fordulat volt. Nem tudom, hogy ez az ottani munkatársaknak a nem tudom, lustasága, hogy ez könnyű volt megosztani, vagy azért, mert amúgy az itteni kínaiaknak is közvetíteni szeretnék a magyar kormányzati üzeneteket, de hogy volt egy konkrét olyan Fidesz videó, amit megosztottak, ha jól tudom. Igen, több ilyen is volt, és én nem hinném, hogy ezt ők azért csinálták, mert most éppen ez a kormány, és akkor az ő videóikat fordítsuk le, mert konkrétan az egész videónak az üzenete ugye az volt, hogy az idei júniusi szavazás előtt a Fideszre kell szavazni. És több ilyen videó is megjelent, kínai nyelven feliratozva, ahol Orbán Viktor arra beszél, hogy meg kell nyernünk a választást, és ez pont így a választások előtt pár nappal, meg aznap reggel. Nem tudom állítani, hogy volt-e bármi megállapodás közöttük, mert erre nem találtam bizonyítékot, de hát elég érdekes, hogy nem tudom, Karácsony Gergő videóit például nem osztották meg. De Vidé például futott feliratozva kínaiul, és ő volt is a kínai piacon. Igen, és egyébként a Vitézi Dáviddal csináltak is interjút,
De hogy ott is a mai napig egy kicsit kérdéses, hogy ő mennyire volt független a Fidesztől, mivel hogy ugye Szent Királyi Alexandra visszalépett a javára, de mondom, ezt most nem tudom állítani, de de igen, ő adott is interjút az Új Szemlének, és azt ígérte, hogy ha megnyeri a választást, akkor majd együtt fog működni az itt élő kínaiakkal, segíteni fog nekik. Hogy állnak egyébként, akkor ez már egy érdekes kérdés, hogy az itteni kínai közösség hogy áll a magyar közügyekhez? Érdekli őket? Mennyire gondolják azt, hogy ez őket érinti, és hogy fontos, hogy ki van egyébként hatalmon? Hogy állnak hozzá? Hát szerintem vegyes a hozzáállás, szóval nem egy teljesen homogén közeg, amiről beszélünk. Megjelenik elég széles spektrumon szerintem a kormányzáshoz, mint ilyen absztrakt ideológiához való hozzáállás, szóval vannak abszolút demokrácia párti képviselők, akik felismerik azt, hogy a jelenlegi kormány az nagyon kínaszerű. Tehát, hogy ezt több ismerősöm is mondta az utóbbi időben, amúgy érdekes mód évek, pár évvel ezelőtt, tehát mondjuk 5-6 évvel ezelőtt egyáltalán nem érezték így, és kimondottan szimpatikusnak találták a Fideszt, elsősorban a bevándorlás politikájuk miatt, ami csak a jó bevándorlókat engedi be, a rosszakat viszont kívül tartja, és ennek meg. A jó bevándorló az, aki már itt van, tehát... A jó bevándorló az a kínai bevándorló, meg az amerikai, meg a német, a rossz az meg a muzulmán, fekete, aha. Ilyesmi. Hát szóval ne adj Isten újgúr, ugye, vagy nem tudom, tehát az... Igen, róluk inkább ne is beszélj. Jézus, szegény. Szóval, hogy ezt sokan nagyon pozitívumként élték meg, illetve azt is, hogy bár mondjuk a kínai kommunista párttal kapcsolatban kritikusabb véleményük volt, az, hogy a magyar kormány, a kínai kormány a jó viszonyt ápol, az egy nagyon fontos garanciája volt annak, hogy őket nem érik rasszalapú diszkrimináció Magyarországon szemben a nyugati országokban, ahol a kiélezett geopolitikai, gazdasági rivalizáció eredményeképp szinte mindennapossá vált a kínai vagy egyéb ázsiai, mert ugye a fehér ember nem tudja megkülönböztetni a különböző ázsiai országokból származó embereket, szóval általában az ázsiaiak elleni tetlegességig fajuló rasszizmus, tehát hogy sok ázsiai öregembert, nőt, stb. Vertek meg Amerikában, Franciaországban, Kanadában is, tehát ugye ez mindenhol nagyon fellángolt, a Covid ennek aztán abszolút olajat adott a tűzre. Igen, ugye a Trump-féle kung flu és a... Pontosan, igen, társai. Igen. Szóval ez nagyon sokat rontott ezen a helyzeten, és való igaz, hogy a magyar kormány iszonyú barátságos politikája miatt az átlag magyar ember, aki amúgy ugye európai szinten a legnagyobb xenofóbiával rendelkezik a mérések szerint, tehát hogy mi tűrjük meg a legkevésbé az idegeneket a köreinkbe, a kínaiakkal viszonylag neutrálisra fordult az utóbbi években a hozzáállás, tehát hogy nem éri őket olyan mindennapi szinten a diszkrimináció, az a kicsi, ami éri őket, azt még úgy el lehet viselni. Szóval hogy érdekes, hogy emiatt is amúgy a Fidesz rokonszenves volt számukra, mert bár Kína nem rokonszenves, de az, hogy a Fidesz jóban van Kínával, az igen, ilyen. Ugye ez az oroszoknál is megfigyelhető, az orosz kultúrát még szeretik a magyarok, de hogy Oroszországhoz mennyire akar valaki hasonlítani, vagy mennyire szeretne, hogy Oroszországban egyébként élni, az már ugye kevésbé jellemző, még annak ellenére is, hogy aztán orosz pártiság az bőven van a kormányzati sajtóban. Kamilla, nagyon integettél. Igen, még pont ehhez akartam hozzáfűzni azt is, hogy beszéltem, én ugye több kína szakértővel is beszéltem, és az egyikük mondta pont, hogy volt egy ilyen kutatás, hogy Magyarországon a kínaiakkal szemben vagyunk a legkevésbé rasszistábbak. És igazából ennek nem nagyon volt ilyen alapja, azt hozták ki, hogy a válaszadók válaszai alapján, hogy igazából nekik az az elképzelésük az itt élő kínaiakról, hogy ők itt tök jól el vannak, üzleteket alapítanak, és így megoldják a problémáikat a saját közösségeiken belül.
Igen, az... De ez a 90-es évek végén, 2000-es évek elején egyáltalán nem így volt, akkor nagyon súlyos rasszizmus volt a kínaiak ellen, a média is iszonyú rasszista volt, szóval a konténerváros titkaitól kezdve mindenféle egyéb ilyen kriminalizáló és orientalizáló diskurzusok folytak a közbeszédben a kínaiakról, és nagyon sok kínait is ért is olyan súlyos testi bántalmazás, rablás, amiben belerokkantak, belehaltak, és többek között ezért jelentek már amúgy meg a 90-es évek közepétől ezek a kínai rendőrök, mert a magyar rendőrség jellemzően nem vizsgálta a kínai állampolgárok ellen elkövetett bűncselekményeket. Szóval ez egy nagyon pozitív változás az, hogy most nincs diszkrimináció, szóval ez nem így volt régen. És szerinted mi változott? A kormány propaganda. Tényleg? Azt gondolod, hogy ez a... És nem a mindennapi tapasztalat. Tehát tényleg azt hiszem, főleg itt Budapesten, az a megélése szerintem az embereknek a kínaiakról, nem tudom, tehát mondjuk az arabokról lehet az a megélése, hogy hát ott a keletinél csencselnek a telefonokkal, meg nem tudom, kínaiakról az, hogy hát a zsebácsi bisztrójában milyen jól meg lehet enni a füstöltofut a rizssel, meg azt, hogy kisboltokat vezetnek, és egyébként általában jól beszélik a nyelvet, tehát hogy én ebből következtetnék arra, hogy igazából az átlag embernek pozitív a megélése, volt 20-30 éve arra, hogy megszokja, hogy itt vannak kínaiak, elég nagy számban vannak, nincs velük úgy különösebben semmi gond, nem kötnek hozzájuk, nem tudom, kínai maffiát, vagy akármit. Én ezt gondolnám legalábbis. Pedig régen az is van. Igen, érdekes, hogy ezt mondod, mert szerintem nem is olyan nagyon régen, tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt is, hogyha hogyha lefolytattuk volna ugyanezt a beszélgetést, akkor az lett volna, hogy büdösek, szemetelnek, hangosak, mindig veszekednek, nagy rendetlenséget csinálnak, nem tisztelik a szabályokat, mindenféle kriminális tevékenységekben bonyolódnak, ugye ott vannak azok a klasszikus legendák, amik még őrzik ezt a hagyományt, hogy nincsenek eltemetve Magyarországon, mert a személyazonosságaikat egymásnak továbbadogatják, hogy nincs kínai sír Magyarországon, ezt nem ismeritek? Ezt? Teljesen megfordult a közhangulat. Atya, szóval ez te már hallottad? Én még nem. Azt hallottam már, hogy egymás személyeit hallgatna, egymás személyeit használják, de azt még nem, hogy nincsenek eltemetve. Hát pedig ez a legklasszikusabb magyar ilyen urban legend a kínaiakról, hogy galambot főznek, hogy nem tudsz, hogy az, hogy ezek eltűntek, az önmagában egy fenomenálisan nagy változás, szóval ez igazán érdekes. Wow. Hogy ti ilyen pozitívan látjátok, ennyivel fiatalabbak vagytok ezek szerint. Nem, azzal van összefüggésben egyébként, hogy én pont még 14 évvel ezelőtt kerültem fel Budapestre, és szerintem akkoriban lehetett ez egy ilyen változás, és nekem például vidéki gyerekként csak pozitív tapasztalataim voltak, vagy legalábbis neutrálisak, tehát nem volt olyan, hogy nem tudom, belém kötöttek volna kínaiak a metrón, vagy ilyesmi, hanem csak olcsó volt a szecsuáni csirke a madárfészekben, és különben meg tényleg az volt a megélés nekem legalábbis, meg szerintem, hogy a szűkebb környezetemnek is, hogy kínaiak azok ott beilleszkednek a maguk módján. Igen, mert ugye amúgy, tehát ugye az arab bevándorlás is ugyanekkor a múltra tekint vissza, ott ez a fordulat nem következett be. Hát sőt ott még sikerült ezt egy kicsit továbbfokozni, igen. Pontosan. Aha, és akkor ez is azért, mert ott meg a kommunikáció pont az ellentéte. Nagyon nagy szerepe van benne, aha. Igen. Na hát, hogyha majd akkor Egyiptommal, meg Szíriával kötünk majd komolyabb gazdasági együttműködéseket, akkor hát, ha egy 10-15 év múlva az arabokkal szembeni előítéletek is csökkennek, de térjünk vissza a cikkre, Kamilla, és a Fudan Egyetemhez, amiről ugye még 3 évvel ezelőtt Panyi Szabolcs kollégánk írt cikket, illetve ő derítette ki, hogy itt kínai hitelből a Fudan Egyetem egy egész komoly kampuszt húzna majd fel. Az Egyesült Front hogyan kapcsolódik itt a Fudan Egyetem sztoriához Budapesten? Egyébként ezt most csak az olvasott dolgok alapján mondom, tehát hogy ez így nincs benne a cikkben, meg így nem is tudom bizonyítani, csak most itt beszélgetünk erről, hogy szerintem, hogyha ez az egyetem ide jött volna, akkor ott nagyon komolyan elkezdték volna ezt, amit ugye már említettünk, hogy a külföldi diákok, ugye van még egy ilyen aspektus, hogy a külföldi professzorok is
hogyan tudják segíteni ezt az Egyesült Frontot. Viszont ami nekünk itt a cikkből fontos, az az, hogy amikor kiderült ez az egész Fudan ügy, akkor Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere kapott egy levelet 16 kínai egyesülettől, amiben arra kérték a Baranyit, hogy ne változtassa meg az egyetemet körülvevő utcákat olyan utcanevekre, amelyeket így Kína inspirál, de hogy ilyen rossz szemszögből. Hát igen, tehát, nem Mao Tse-tungról az... szerették volna, nem mondjuk a Dalai Lámáról. Igen, tehát olyan személyekről... Sőt, el is nevezték. Igen. Olyan személyekről nevezték el ugye a tervezett kampusz spotját, akiket Kína gyakorlatilag elnyomott, és akkor ilyen volt például az Ujgur mártírok útja, meg a Dalai Láma út. És akkor ezek az egyesületek közös levélben, pecséttel, aláírással arra kérték Baranyi Krisztinát, hogy ezt gondolja meg, és gyakorlatilag Kínának kedvező döntést hozzon, tehát változtassa vissza az utcaneveket. Most ez nem tűnik egy ilyen hatalmas dolognak, viszont leírták a levélben, hogy nekik meg kell felelni itthon az anyaország elvárásainak, és hogy gyakorlatilag ezzel így nagyon rontják a kooperációt a két ország között, tehát gyakorlatilag beleszóltak egy politikai vitába. És ezek az egyesületek közül én többet is összekötöttem az Egyesült Fronttal olyan módon, amiket már mondtam, hogy a vezetőik részt vettek olyan eseményeken, amiket az Egyesült Front rendezett, illetve szerződéseket kötöttek ezeken a rendezvényeken, delegációkat fogadtak az Egyesült Front embereitől. Ez mondhatok valamit? Persze. Szóval ennek az egész Egyesült Frontnak tulajdonképpen ez a célja, amit szerintem itt nem ment, hogy így pedzegettünk, de ki nem mondtuk, hogy a Kína globális imidzsét építse. És hogy ez a törekvés tulajdonképpen akkor válik igazán érthetővé, hogyha az ember, tehát hogy a kínai szempont az az, hogy a Kínáról szóló diskurzust a világon Amerika irányítja. Amerika, Kína az utóbbi, nem tudom, 10 évben mondjuk a Kína legfőbb riválisa lett, tehát hogy úgy tekint rá, mint a legfőbb gazdasági kihívójára, illetve globális nagyhatalmi kihívójára, és hogy eljött az idő, hogy Kína visszavegye az önmagáról szóló diskurzust. Ennek vannak különböző formái, de az Egyesült Front egyik elsődleges célja pontosan ez a diskurzív hatalom átvétel, vagyis, hogy Kínáról kedvező képet festő párbeszéd alakuljon ki Kínáról, Kína kezdeményezésével. És az, hogy ezt a tevékenységet folytatja, talán nekünk szokatlan, mert hogy egy másfajta politikai iskolában szocializálódtunk, de hogy tulajdonképp nagyon hasonló ahhoz, amit minden egyes nemzetközi nagy szereplő folytat magával kapcsolatban, csak kevésbé direkt módon. Tehát a fő különbség az egy ilyen stilisztikai különbség, hogy ez egy ilyen teljesen direkt dolog, de az, hogy ez az Egyesült Front ilyen típusú tevékenységet folytat, tehát az egész világban ilyen típusú tevékenységet folytat, hogy a Dalai Láma látogatását megpróbálják megakadályozni, hogy a Konfuciusz Intézet bezárását megpróbálják megakadályozni, tehát hogy ilyen tulajdonképpen nagy politikai szempontból marginális ügyek mentén kifejezik a kínai szempontot, és a kínai narratívát próbálják képviselni. És ami, ahol érdekessé válik ez a dolog, az pont az Olá Lajos, és ez a rész, hogy az, hogy Kína ezt végzi a saját szervezeti struktúráján keresztül, mert hogy ez tulajdonképpen arról szól, hogy a kínai kommunista párt természetéből adódóan ez egy szervezet, ami szerveződik, építi magát, ez egy pártépítési tevékenység, egyfajta megközelítése a társadalom szervezésének, hogy hogyan tudod magad alá beszervezni az embereket, ami, tehát hogy számunkra ugye teljesen szokatlan, de hogy gyakorlatilag ezt a tevékenységet folytatják. És ez szerintem érthető, és végül is, tehát, hogy csinálják. Ott válik érdekes, amikor a helyi szereplőkkel kezdenek el összekapcsolódni, mert ott válik a politikai interferencia egy valódi kérdésé, amikor helyi politikai erőkkel kerül össze az, hogy ezek
mindig definíciószerűen vagy ilyen állami, hogy mondják ezeket, a state-owned enterprise, szóval ilyen állami nagyvállalatok, a kínai, kínai sajátosságú kapitalizmus egyik gazdasági formája, ez az állami tulajdonú nagyvállalkozás, magánvállalkozások, diákok, egyetem, illetve ilyen egyesületek és szervezetek, szóval ezek a fajtái vannak, mindig ezeket környékezik meg, szóval ez önmagában szerintem nem egy ilyen, hogy mondjam, szóval ez nem titok, ez az a része, ami kint van a mindenféle hivatalos dokumentum, hogy kik ezek az emberek, ezekbe a csoportokba tartoznak, de az, hogy ezek az emberek utána a saját nemzetállami környezetükbe hogyan fognak integrálódni a helyi szereplőkkel, az ott válik érdekessé ez a kérdés. Ez, amit én úgy azonosítottam itt a cikket olvasgatva, hogy ez igazából a kínai soft power, amit mondjuk így Nyugat-Európában, meg Amerikában úgy képzelnek el, hogy jó, hát gyertek ki ösztöndíjjal hozzánk egyetemekre például, kaptok valamit, és adtok nekünk valamit, ha hazamentek, tök jó, mert hazavizitek a mi üzenetünket, ha itt maradtok, az is jó, mert az agyelszívás az nem olyan nem jön rosszul nekünk, de csak Kínában erről egy kicsit másképp gondolkoznak, és kicsit irányítottabb ez a sztori. Szerintem pont ugyanígy gondolkoznak róla, és az is, tehát, hogy nekik jó az, hogyha kint maradnak ezek az emberek, pont amiatt, mert az a legjobb, ha már sok generáció óta ott vannak, mert akkor már jogosultak képviseletre, jelentkezhetnek polgármesternek, szóval San Francisco polgármestere is kínai volt. De az még jobb, hogyha már régóta ott valaki megveti a lábát, és jól beépül, mint hogy a Fidesznek is az a jó, hogyha Erdélyben ott maradnak a magyarok, és ott képviselik ezt az ügyet, nem az, hogyha átvándorolnak. Az világos, arra értettem inkább, hogy ugye te is utaltál rá, hogy nem mindig világos, hogy valaki szóba is akarná állni az Egyesült Fronttal, vagy amikor attól tart, hogy otthon akkor a otthoniakkal történik valami, hogyha most nem viselkedek jól, és azért a nyugati relációban ez azért nem így történik. Igen, nem egy koerszív rendszer, illetve nem, tehát hogy ott a demokratikus országoknál az a soft meg a hard power különbsége, hogy a softban nincs állami szerepvállalás, tehát az maguktól rendezik a hollywoodi filmeket a hollywoodi rendezők, maguktól veszik fel az amerikai egyetemek elnökei a külföldi diákokat, az nem egy állami direktívára történik, hogy ez a feladat Kínában államilag van szabályozva, hogy mi ez az üzenet, hogy mi ez az országimás, mit kell mondani, mi a kínai kultúra, stb. Úgyhogy ez az a soft powernek egy kínai fajtája. Van még itt a cikkben két sztori, amit szeretnék érinteni. Az egyik az, hogy amikor Xi Jinping májusban Magyarországra látogatott, akkor is aktív volt természetesen az Egyesült Front. Mi történt akkor? Ugye ezt a HVG tudósítója írta meg, nagyon jól rekonstruálta a Xi Jinping látogatásakor, hogy mi volt ott ez a hatalmas tömeg, meg ugye úgy volt, hogy jött a kínai elnök, és gyakorlatilag több százan, hanem több ezren várták őt ilyen egyen piros sapkákba, és kis piros zászlókkal integettek neki, és köszöntötték. Na most ez szerintem mi magyarok számára egy furcsa, különös dolog, mert hogy nem tudom, például amikor Erdogán jött, akkor nem jöttek törökök üdvözölni, hanem hatalmas tüntető tömeg mondta, hogy menjen haza inkább. Illetve nem tudom, Orbán Viktor is, hogyha elmegy külföldre, egy berlini ismerősöm mesélte, hogy ott volt Orbán, és ott is a helyi magyarok inkább tüntetni mentek ki, hogy így menjen el innen, mert így ők nem azért jöttek ide, hogy utánuk jöjjön. Így ezt most nyilván idézőjelesen mondtam. Szóval, hogy ez számunkra egy ilyen furcsa dolog, hogy őt meg a világ egyik legnagyobb diktátorát gyakorlatilag ilyen hatalmas üdvözlő tömeg várta. És akkor a HVG tudósítója kérdezgette a tömegben az embereket, hogy így kitől kapták a sapkát, meg a kis zászlót, kiszervezte az akciót, és neki ilyen többen is azt mondták, hogy az Egyesült Front, illetve mások meg azt mondták, hogy a kínai nagykövetség volt, aki ezt szervezte. Igazából nem tartom kizártnak, hogy mind a kettő benne legyen ebbe, sőt, egyébként szerintem együtt is működhettek akár. Hát elég valószínű. Igen. De nem valószínű, hogy élesek a határvonalak itt az intézményi keretekben. Igen, és több olyan magyarországi kínai szervezet is részt vett az üdvözlés szervezésében,
akiket én hozzákötöttem az Egyesült Fronthoz, illetve még Tompos Márton is talált ilyet, ilyen szervezetet, ami az Egyesült Fronthoz köthető szerinte. Úgyhogy részt vettek ezen ezek a szervezetek, illetve volt az a pár ember, aki megnevezte konkrétan az Egyesült Frontot. Viszont ami nagyon érdekes volt, az egyik ilyen fő info, amit nekem pont Fanni mondott, hogy a nagykövetség gyakorlatilag telefonon egyesével hívogatott embereket, hogy megjelenjenek ezen az eseményen. Ezt két különböző forrásból is hallottam, az egyiket te mondtad, a másikat pedig egy Magyarországon élő kínai, és ő azt mesélte, hogy már egy héttel azelőtt tudott arról, hogy jönni fog az elnök, mint ahogy azt Gulyás Gergely bejelentette. És akkor Fanni, meg elmeséled azt, hogy neked az ismerősöd mit mondott? Szerintem ebben így önmagában nincsen semmi meglepő, hogy az Egyesült Front meg a nagykövetség így karöltve szervezte ezt a dolgot, és hogy a kínaiak előbb tudták ezt, hogy ez meg fog történni, hiszen van egy direkt kommunikáció. Hát neked nem meglepő, mint aki ezzel foglalkozol régóta, de nekem az volt például. Hát meg nem tudom, tehát hogy aki külföldön él, vagy én legalábbis akár szóval rövid hónapokat töltöttem el külföldön, mindig kaptam a magyar konzulátusról valamiféle meghívót, valamiféle eseményre, szóval ezt mindenki csinálja ilyen-olyan módokon, valóban a kényszerítő erő az egy nagyon nagy kvalitatív különbség ezekben. Az én ismerősöm azt mondta, de hogy csak futólag, szóval hogy őt ez nem érintette meg olyan nagyon különösen, kérdeztem, hogy na, mi jött, ő mit gondol erről, és akkor mondta, hogy ja, hát hívták, ajánlottak valami pénzt, nem túl sokat, de mondta, hogy ő sajnos nem ér rá. És ezzel véget ért ez a párbeszéd. Szóval nekem abból pont ez volt a tanulság, hogy az, aki nincs kiszolgáltatva a kínai kommunista pártnak, se rokonai által, akik még Kínában élnek, az nyugodtan mondhat nemet, tehát hogy azon igazából fogás nem talál a kínai kommunista párt, és nem is ez a cél, tehát hogy ez fontos, hogy nem az a cél, hogy a világ kínai legyen, meg kínai típusú szocialista gazdaság legyen minden, az egyetlen nem cél, hanem az a cél, hogy az ő imidzsük az megfeleljen a saját vágyaiknak. Szóval hogy ez a... Igen, egyébként ez érthető is, meg amit mondtál, az is jogos, hogy például minden ország azt szeretné elérni, hogy az ő imidzsük jó legyen, csak miközben mondjuk így sárba tiporjuk az ujgurok jogait, meg egyéb emberi jogsértéseket követnek el, addig ezt ugye nem feltétlen úgy kéne elérni, hogy ezekről nem beszélünk. Szerintem is ezekről nagyon fontos beszélni, és azt is nagyon fontos szerintem a kínai helyzet mérlegelésekor is számításba venni, hogy azért az, hogy ilyen emberi jogi körülmények vannak, ilyen környezetvédelmi körülmények vannak Kínában, ebben a globális kapitalista rendszernek hatalmas szerepe van. Szóval hogy a nyugati világ addig boldogan néz a másik irányba, amíg olcsón jut olyan cucchoz, amit ő maga amúgy nem akar gyártani. Tehát, hogyha már olyat gyárt, amit ő is szeretne gyártani, akkor az már ott problémásabbak, hogy milyen munkaviszonyok között, milyen állami támogatása. Amíg olyasmi, amit a nyugati világnak már, vagy tehát a fejlett, úgynevezett első világnak már büdös gyártani, addig nyugodtan lehet bármi, szennyezhetik a környezetüket, amíg a sajátjukat szennyezik. Tehát ez csak akkor válik valahogy érdekes módon közbeszéd tárgyává a nem kínai világban, amikor valamiféle gazdasági fenyegetettség van, és amíg ebből mi profitálunk olcsó termékekkel, addig nagyon nyugodtan néz mindenki a másik irányba. Hogy itt egy jó hírt mondjak, a napokban zárta be Nagy-Britannia az utolsó szénerőművét, mint az ipari forradalomnak a bölcsője, ez egy ilyen nagyon szimbolikus lépés, és ezzel kapcsolatban írták, hogy ma már ugye India és Kína a legnagyobb szennyezők ilyen szempontból, viszont állítólag... Mert az első világ szennyezését oda rakták, tehát ez, mert ott gyártatja az van, első így világ van, de hogy akkor, és most jön a jó hír, állítólag Kínának a számítások szerint a károsanyag kibocsátása az idén vagy jövőre tetőzhet, és onnantól már lefele mennek, mert ők is különben rengeteget fektetnek a napenergiába, a szélenergiába. Nekik sem jó, ugye,
hogy smogban élnek, hát Peking az, mondjuk amikor nem lát, nem, az egy nagyon szimbolikus dolog volt, amikor olyan smog volt, hogy nem látszott a madárfészek stadion, és ez igazából nekik se jó, tehát senki sem szeret így élni, akárki, akármit szervez ki oda, és akár mekkora GDP növekedés is van, ebben nyilvánvalóan nem lehet élni. Előttétek az egyik témát igazából, amit érinteni akartam, ez pont ez volt, hogy beszéltek majd azokról a kínaiakról, akiket felhívtak, mikor érkezett Xi, viszont Kamilla, még itt Hendrey Tiborról, ha már megemlítettem, mindenképpen beszéljünk, mert róla is szó van a cikkben, ráadásul még, ahogy én is említettem, nekem is van róla személyes emlékem még jóval korábbról. Hogyan került itt a látókörbe ő? Hát amikor volt a kínai elnök látogatása idén májusban, akkor a Tibetet segítő társasággal, amelynek ő a vezetője, tervezett ilyen többnapos demonstrációt, gyakorlatilag annyit szerettek volna csinálni, hogy ahol elhalad a konvoj, ott ők kirakhatják a tibeti zászlót, ezzel ugye szolidaritani akarnak szintén egy Kína által elnyomott csoporttal. Igen, ők egyébként rendszerint, hogyha kínai delegáció érkezik, magasabb rangú kínai delegáció, akkor ezt eljátsszák. Meg Orbán Viktor is valaha megtalálna a Balogh. Igen, Balogh Zoltán volt még 2008 környékén, aki akkor még úgy gondolta, hogy Tibet zászlót meg kell engedni, azt úgy illik. Hát azóta már más jellegű gondolatai vannak, amit ebben a stúdióban is kibeszéltünk, már meg cikkünk is született Balogh Zoltánról, nem is egy az utóbbi hónapokban, más témákban. Na de, Hendrey Tiborhoz térjünk vissza. Igen. Szóval nekik az volt a tervük, hogy ezeket a tibeti zászlókat majd úgy rakják ki, hogy a kínai elnök lássa, hogy itt nem csak a piros sapkás újongó tömeg van, hanem vannak ellenvélemények is. Viszont ezt érdekes módon nem csak a résztvevő kínaiak próbálták meggátolni, hanem konkrétan a magyar rendőrség is. Tehát, hogy amikor ők például a Szent Gellért... Mindenki ide egyesült frontuk. Hát, na igen, tehát hogy ezt is ugye kiemeltük a cikkben, mert itt is többször elhangzott, hogy gyakorlatilag Magyarországra nem is kéne ez az egyesült front, mert Orbán Viktor magától is megteszi ezt az egyesült front munkát, ahogy ugye hívják ezt a lapokban. Szóval kirakták a Gellért hegyen a Kőkereszthez a tibeti zászlót, és gyakorlatilag odajöttek rendőrök vegzelni őket, igazoltatni őket, mert egyébként a konvoj útvonalára nem kapták meg az engedélyt arra, hogy tüntessenek, úgyhogy próbáltak ilyen alternatív módszerekkel élni. És odajöttek a rendőrök igazoltatni őket, meg nem tudom megkérdezni, hogy mit csinálnak, és ilyen pár percen belül megjelent több ilyen piros sapkás kínai is, és gyakorlatilag egy kínai zászlót elé raktak a tibeti zászlónak. És őket nem igazoltatták a rendőrök, és hagyták, hogy ott álljanak végig. És ez többször is megtörtént. Tehát bárhol megjelentek a Hendrey Tiborék, meg a Tibetet Segítő Társaság többi tagja, mindig megjelentek azonnal a kínaiak, kirángatták a kezükből a zászlót. Elvileg Tibort még... ilyen botokkal is megütötték, amit a zúzódásra keletkezett. Tehát én láttam a kórházi papírjait, illetve láttam a kezét is, tehát hogy tényleg ennek nyoma maradt. És a rendőrök minden egyes alkalommal őket igazoltatták, megbüntették többször is, mert nem volt rajta bukósisak, vagy valami ilyesmi, motorral közlekedett, és azért gyakorlatilag úgy tűnt, mintha a rendőrök is mindent megtennének azért, hogy őt így megállítsák, meg feltartóztassák. Ez nem egyedi eset, nekem is volt vele egy ilyen élményem még klubrádiós riporterként, akkor az Andrássy úton szerette volna meglengetni a tibeti zászlót egy akkor érkező kínai delegációnak, és ott annyi volt a különbség, hogy ott nem voltak kínaiak, akik körbevegyék, de amikor ő meg szerette volna lengetni a zászlót, és pont amikor jött a kínai vezetőséget szállító konvoj, akkor körbevették rendőrök, és nem engedték, hogy ő ezt a egyébként a szólásszabadságával éljen, és így üdvözölje a kínai delegációt. Aztán később hozzám is odajöttek a rendőrök, és engem is igazoltattak különben, meg megnézték, hogy nálam van-e valami, van esetleg tibeti zászló nálam. Nálam nem volt, de ő egyébként akkor perre ment emiatt, és aztán azt, ha jól emlékszem, meg is nyerte azt a pert, én tanúként is beidéztek
ott a bíróságra engem, hogy elmondjam az emlékeimet, hogy ez hogyan történt. Egyébként ő most is perre ment a rendőrség ellen is, és a kínai ellen is, aki megütötte őt többször, és ha jól tudom, akkor az abúzus azt így visszautasította a rendőrség, mert hogy nem megállapítható, hogy ki volt az elkövető, és ez ellen fellebbeztek, mert hogy szerintük még igazoltatták is a támadót. Hát de, mint tudjuk, ugye cserélgetik a kínaiak a személyigazolványt, és hát innentől kezdve, hát ugye, na, itt van az Urban Legend, az most nem viccelődünk. Hát csak ez most pont így a javukra vett akkor. De ez, hát igen. De nem, tehát hogy tényleg a rendőrséget is feljelentették, a kínai elkövetőt is feljelentették, de még nem tart sehol egyik ügy se. Az adás végén én szerettem volna mindenképpen egy olyan blokkot, amiben külön kitérünk az itt élő kínaiakra, és egy kicsit elszakadunk az Egyesült Fronttól, mert ahogy szerintem egyébként az adásból is kiderült, a kínai képünk itt nem feltétlenül egységes, meg nem biztos, hogy, tehát ahogy Fanni mondta, ez engem tényleg tök meglepett, hogy ennyire rossz volt a kínaiaknak a megítélése, még akár 10 évvel ezelőtt is. Az én megélésem az inkább az, hogy az átlag magyar roppant keveset tud azon túl a kínaiakról, akik itt élnek velünk, és nem is kis számban élnek itt velünk, hogy ja, hát viszik ezeket a kis kínai éttermeket, meg a boltokat, és akkor ennyi érintkezési pont van, ha szerencsénk van, akkor olcsóbb náluk a chips, vagy nem tudom, de hogy nem nagyon vannak ilyen kínai-magyar közösségek, amik olyan nagyon elszaporodtak volna, vagy nem látunk akkora nagy interakciót a kínai diaszpora és a többségi társadalom között. Ezért szerintem ilyen gyors talpalónak sem rossz, hogy például tudjuk-e, hogy mennyi kínai él itt Magyarországon? Én csak gyorsan annyit ide beszúrnék még, hogy egyébként ez engem is nagyon érdekel, mert bár nagyon sokat foglalkoztam ezzel a cikkel, és tényleg hónapok óta olvasgatom az ilyen különböző riportokat, meg én el is mentem többször megnézni ezeket az egyesületeket, de hogy így nem sikerült betörnöm ebbe a világba, tehát hogy nem nagyon álltak velem szóba, nem sikerült elérnem senkit így online, szóval hogy baromi zárt közösségnek tűnik. Szerintem, tehát hogy az álltságot azt megértem, de hogy nem nevezném egy közösségnek, szóval az nagyon fontos szerintem azzal indítani, hogy ez nem egy homogén, ilyen körülhatárolt közösség, nem ismer mindenkinét, mert ugye elég sokan vannak. A KSI adatai szerint 2024-ben 21.165 kínai volt, ez szerintem egy komoly alábecslés. Egy kínai ismerősöm nagykövetségi kapcsolata szerint 30 ezer körül van igazából ez a szám. Ami miatt gyanús ez a KSI-s adat, az, hogy 2013-ban 11 ezer kínait tartottak számon, az úgy többé-kevésbé reálisnak tűnik. 2013 az a letelepedési kötvényprogram indításának a szempontjából egy releváns adat, szóval addig a 90-es évek elején érkezett kínaiak, akiknek a száma a vízummentes időszakban nagyon megnövekedett, tehát a nyíri felszámítás szerint a 40 ezret is elérte, utána az idegenrendészet megalapítása és szigorítása után ez nagyon rohamos csökkenésnek indult, tehát vagy visszamentek Kínába, vagy a környező közép-kelet-európai országokba tovább mentek, ahol jobb jogi környezet várta őket. Szóval ez lecsökkent 10 ezer és 10 ezer alá, egészen a letelepedési kötvényprogramig, ami arról itt a bevándorlási hivataltól olyan adatunk van, ami azt mondja, hogy hány engedélykérelmet fogadtak el, és ez letelepedési engedély, kétfajta volt, tartózkodási meg letelepedési. A letelepedésiből összesen 19.800-at adtak ki, amiből 15.750 volt kínai, tehát majdnem 80%-a az összes kötvénynek. Ennek egy része 5.500 fő volt a fő igénylő, és 10.322 családi kiegészítés, ami szerintem egy elég beszédes adat már, mint hogy minden
ember hozott magával legalább még valakit. Azt nem tudjuk, mert hogy ezzel, miután megkapták ezt az állandó letelepedési engedélyt, nem volt kötelező ide költözni, szóval nem volt ilyen úgynevezett fizikai jelenléti elvárás feléjük, tehát megtehették azt, hogy kiváltották 2015-ben ezt az engedélyt, és aztán vagy nem jöttek ide soha, vagy 2018-ban jöttek, vagy ilyesmi. Tehát, ezek drága dolgok voltak ahhoz, hogy... Ez egy drága dolog volt, de egy biztonsági, tehát egy ilyen mentőcsónaknak bármikor jó lehet. A Covid alatt megbizonyosodott róla ez az új kínai középosztály, hogy valóban szükség is van ilyen típusú védelemre, hiszen a ember magánvagyona nem hatalmazza őt fel több szabadsággal, mint ahogy azt addig akár feltételezhették is. Szóval azóta még nagyobb volumenben hagyják el a középosztály és felsőbb osztály képviselői Kínát. Minden esetre ez nagyjából egy 30 ezer ember, szóval nem egy közösség. Több hullámban érkeztek, többfajta motivációból, egészen különböző politikai-gazdasági környezeteket hagytok maguk mögött Kínában, a 90-es évekbeli kínaiak, mint a 2015-ben eljövő kínaiak, és egész másfajta, hát Magyarország az tulajdonképp szinte konstans maradt ebben a változóban, itt annyira sok minden nem változott, de a maga a kínai kivándorlás az viszont rengeteget változott, és még a 90-es években a reform és nyitást követő ilyen a vállalkozási kedv fellendülése, az világútlevél megszerzése, szóval ez egy ilyen fajta politikai gazdasági környezet volt, amiben ez a mobilitás, ez a szabadság sokszor jelentett jó gazdasági lehetőségeket is, tehát itt 89 után, a Szovjetunió összeomlása után a kiskereskedelmi szektor az gyakorlatilag az egész egy nis volt, amit a kínaiak államilag támogatott olcsó árukkal, amiket kényszermunkatáborokba szinte ingyen állítottak elő a szegény ujgurok, nagyon kiváló gazdasági lehetőséget biztosított nekik, és ők általában vállalkozni jöttek ide, szóval, hogy őnekik az elsődleges céljuk a Magyarországra költözéssel az a pénzkeresés volt. Ez az a világ, amit ott Kőbányán te is frekventáltál, ehhez a világhoz tartoznak az egyesületek is, amiket én is amúgy próbáltam egy ilyen nagyobb nemzetközi kutatás keretei között kutatni, de én is azt találtam, hogy oda megyek, és ilyen táblákat látok, és üres irodák, azt, hogy nekem is 13 évvel ezelőtt vettem részt ebben a kutatásban, és szinte sehol nem találtam semmit, leszámítva a vallási egyesületeket, amik jellemzően működtek, meg a sportegyesületeket, azok is működtek, de ezek a ilyen hometown association-ök, tehát amik egyfajta tartományhoz vagy településhez kötődnek, azok nem igen működtek, szóval ez egy zártnak tűnő világ, szintén nem egy közösség, mert azért ezt is természetszerűleg egy nagyon heterogén ember tömeg alkotja, akik Kína különböző régióiból jöttek, különböző iskolázottsággal, különböző demográfiai háttérből, és akkor ehhez képest meg, tehát nagy vonalakban azt mondhatjuk róluk, hogy ők ilyen alapvetően vállalkozó természetű alacsonyabb iskolázottságú, de iskolázott, tehát hogy a többi bevándorlóhoz képest sokkal iskolázottabbak voltak már ők is. Réteg volt, még ez a letelepedési kötvényprogram keretei között érkező migráció, ez viszont egy abszolút középosztály, jellemzően középosztálybeli migráció, akik itt nem, hogy nem vállalkoznak, de még csak nem is dolgoznak, szóval nincsen aktív jövedelmük az országban, befektetéseik vannak, illetve Kínából vannak passzív jövedelmeik, és ők... Ez egy konkrét felső 10 000 státusz gyakorlatilag, tehát amikor passzív jövedelmed van már, vagy csak abból meg tudsz élni, azért az már egy nagyon-nagyon szép dolog. Igen, szóval egy kínai relációban nem, tehát hogy kínai viszonylatokban ők alsó középosztály, közép-középosztály, szóval a kínai felső 10 000 az... Ó, értem, az jó, oké, okay, igen, most egy kicsit ilyen átvittebb értelemben értettem, de... De magyar értelemben, hozzánk képest. Most felső 80 millió, akkor nem tudom. Igen, de ők önmagukat nem úgy élik meg, mint hogyha a világ leggazdagabb emberek lennének, hanem tehát az öntudatuk az egy ilyen erős középosztálybeli
öntudat, ami szintén egy univerzális jellemzője ennek az osztálynak, a gyerekek oktatása körül forog. Tehát, hogy az a legfontosabb, hogy a gyermekeket megfelelően iskoláztassák, és ami érdekes, az az, hogy nem a magyar oktatási rendszer versenyképessége miatt választották ezt, hanem pont a versenytelensége miatt, ilyen nem létező szóval kifejezve, szóval amiatt, hogy itt sokkal kevesebb munka van az iskolában, sokkal több a szabadidő, sokkal többet foglalkozhat az ember az egyéni képességeinek és késztetésének a kibontakoztatásával, szóval ez egy egészen más pszichológiájú bevándorlás, mint ami a korábbi volt, és míg a vállalkozónak titulált kínaiak között, tehát akik a 90-es években jöttek, nekem úgy is nehéz volt kutatnom, hogy tudok kínaiul. Elsősorban amiatt, mert én nem úgy éreztem, hogy titkolni akarnak előlem valamit, hanem úgy éreztem, hogy egy borzasztó nyűg vagyok a nyakukon, hogy ők ébredéstől elalvásig dolgoznak, ez az elsődleges céljuk az életüknek abban a szakaszában, hogy pénzt keressenek, és ebben én őket akadályozom, és mivel nincs szabad idejük, ezért nincsen olyan lyuk, amiben be tudnék türemkedni, és ott a kérdéseimmel szórakoztathatnám őket, amikből sajnos hát tényleg nem remélhetnek semmiféle hasznot, hogy ők válaszolnak az én kérdéseimre. Addig ez a középosztálybeli réteg, aki jellemzően nem dolgozik, és a gyerekeik pedig iskoláskorúak, tehát hogy ők sem igényelnek 24 órás foglalkozást, rengeteg szabadidejük volt, és ők elképesztő örömmel és nyitottsággal osztották meg velem még a kínai kommunista párttal kapcsolatos nézeteiket is, tehát hogy egyáltalán nem volt, tehát hogy egy nagyon másfajta tapasztalat volt a kettő kohort, de mondom, szóval én tényleg azt hangsúlyoznám, hogy ezek nem közösségek, szóval ezek nem ilyen kis zárt rendszerek, amik így magukban mozognak, hanem egyszerűen más, hát olyan történelmi, politikai, gazdasági kontextusba tartozó. Ember. Nagyon kevés időnk maradt, körülbelül 3 perc, de 2 dolog nagyon érdekel még. Egyrészt, hogy említetted, hogy megosztották veled azt is, hogy mit gondolnak a kínai kommunista pártról, és az érdekel még, hogy úgy általában mondjuk, hogy gondolkoznak Magyarországról, meg hogy látják Magyarországot. Meglepte őket az, ami itt fogadta őket például bizonyos szempontból, hogy Európától többet vártak. A kínai kommunista párt érdekel először, hogy azt hogyan látja egy felső középosztálybeli kínai. Érdekes módon, hát ezt a kutatást 2018-ban kezdtem el, és az alatt több hullámvölgye is volt ennek a hozzáállásnak, tehát amikor megérkeztek, akkor egy inkább implicit kritikája volt a kínai államnak, amit megfogalmaztak, ami kimerült abban, hogy nincsen szabad ideje, mert mindenkinek folyamatosan hajtania kell, nincsen semmiféle szabadságuk azon, hogy az utca melyik oldalán menjen meg. Miért? Tehát, hogy ez a szabadság iránti vágy, ami egy ilyen szabadidő iránti vágyban is materializálódott, ez volt a meghatározó, de ez egyértelműen azért inkább csak egy implicit kritika volt, bár szerintem annak elég egyértelmű. Aztán a Covid alatt történt az első változás, ami amúgy az Egyesült Front munkájában is szerintem egy ilyen nagyon nagy fordulópont volt a Covid, mert először akkor mindenki úgy, vagy tehát a legtöbb ismerősöm azt mondta, hogy fú, ki a Kínában mennyire jól intézik ezt, és hogy ott mennyire jó, hogy itt miért nem tudják így kézben tartani, és tehát, hogy ott ment ez az abszolút Egyesült Frontos narratíva, amitől addig amúgy tartózkodtak volna. Aztán, amikor átlendült ez a zero covid politika a legsúlyosabb elnyomásban, és ráadásul ugye pont ennek a rétegnek az elnyomás, tehát hogy mindenkiébe, de hogy ez a középosztálybeli réteg azért sok, tehát hogy erre igazán finnyás, hogy őket bezárni a lakásukba, és nem, tehát hogy semmit nem csinálhatnak, ez sokakat nagyon megrendített, és ott átfordult egy teljesen explicit kritikába, mint ahogy az is, hogy a Xi Jinping uralma, amikor ők eljöttek, ezelőtt 6 évvel, akkor is voltak benne autoriter tendenciák, amiket ők megfogalmaztak, és hát hogy azért óvatosan nyilvánítottak véleményt. Az, ami most történik, hogy a kínai óvodásoknak
magánóvodába házi feladatként kivonadva az, hogy a Xi Jinping beszédét nézve a tévé előtt le kell őket fényképezni, és azért lehet kispajtás csillagot kapni, szóval hogy ezek a fejlemények, amik új fejlemények, tehát a Hu Jintao, Jiang Zemin alatt nem voltak, nem volt ez a fajta személyi kultusz, meg ez a fajta ilyen elképesztően személyközpontú diktatúra, mint ami a Xi Jinping alatt egyre inkább van. Na hát ez irány sokkal-sokkal kritikusabban. És akkor Magyarországról még, ezt most már sajnos tényleg nagyon kevés időn marad. 15 másodperc már. Nem, mondjuk 1 perc és 30 másodperc az az. Nem sokat tudtak a legtöbben Magyarországról mondhatni, gyakorlatilag semmit mielőtt jöttek. Azt hamar felismerték, de azért egy ilyen típusú várakozásuk volt, hogy ez nem Európa fejlettebb régiója, tehát tudták, hogy ez egy kicsi ország, egy közepes gazdaságú ország, szóval efelől nem voltak illúzióik. Aztán most azért az a jelenlegi inflációs környezet már azért kizökkentette őket az ilyen nihilista szemléletből a magyar kormánnyal. A másik meghatározó dimenziója ez a bevándorláspolitika volt, ami hát ugye ez a 2015 utáni, a menekültválság utáni időszakban egy globálisan nagyon meghatározó dilemma volt, ami szerintem világszinten úgy kiveszett tehát hogy ez sem érdekli olyan különösebben őket. És amit mondtam, hogy egyre több embertől hallom ezt, hogy hát, hogy az Orbán Viktor az egyre inkább olyan, mint a Xi Jinping, hogy tényleg Magyarország egyre kínaszerűbb lett. Wow, hát... Boldog végszó. Nekünk is van akkor egy hercegünk, ahogy ugye Xi Jinpinget néha így azonosítják, így a fiatal korából. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy tudtunk erről az egyébként alultárgyalt témáról beszélgetni, az itteni kínaiakról és az Egyesült Frontról. Szerintem ez nagyon fontos volt, és én tök élveztem ezt a beszélgetést. Kamilla és Fanni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Marton Kamillával és Beck Fannival beszélgettem az elmúlt kicsit több mint egy órában. Nektek, hallgatóknak nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és egyben felhívom a figyelmeteket arra, hogy mind a Tilos Rádió, mind a Direkt 36 támogatásból él, nélkületek egyikük sem tud működni, úgyhogy ha még sok ilyen adást szeretnétek hallani, és Kamilláihoz hasonló hiánypótó cikkeket olvasni, akkor támogassatok minket, a Tilost is, és a Direkt 36-ot is. A Direkt 36-ot is annál inkább, mert éppen most kezdődött el a támogatás hónapja, tehát most nagyon aktívan gyűjtjük a támogatásokat egyébként is, de a támogatás hónapjában meg aztán főleg, úgyhogy ne feledkezzetek meg rólunk, és segítsetek nekünk, hogy tudjuk végezni a munkánkat. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmeteket, Galavics Patrikot hallottátok. Sziasztok! Köszönjük, hogy meghallgattad a Direkt 36 műsorát. Kérjük, ne feledd, mi csak akkor tudjuk végezni ezt a munkát, vagyis csak akkor tudjuk feltárni a hatalom által eltitkolt közügyeket, ha vannak támogatóink. Csatlakozz te is a támogatói közösségünkhöz. Így nem csak egy jó ügyet fogsz segíteni, de betekintést is kapsz ebbe az izgalmas munkába, bennfentes hírleveleink és rendezvényeink révén. A támogatói tagságról szóló információkat megtalálod a direkt36.hu oldalon.